én ezt már játszottam nagyon régen, 15 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt, és akkor még egy picit fiatalnak éreztem magam egyébként a szerephez, és szerintem most sokkal jobb időben talált meg ez a dolog. Szerintem színesebben tudom ezt a nőt ábrázolni, és hát nekem ez ilyen jutalomjáték. Egy musicalnél alapból a három dolog találkozik, a tánc, az ének és a prózai része a darabnak, de szerintem a Chicago még ennek is egy ilyen külön része, mert ezt Amerikában is azt mondják, hogy ez hoz egy olyan színfoltot, ezt a vaudeville világot, ezt az ilyen kabarék, bárok, akkori 20-as évekbeli világát, ami tényleg olyan táncot, közben egy kis humort is mindig igényel. Iszonyatosan sok és kemény táncpróbánk volt, és hát az, hogy a Pécsi Balettel állunk egy színpadon, és ők ott mellettünk, illetve inkább azt mondom, hogy mi ott állhatunk mellettük, és együtt táncolunk, az tényleg lenyűgöző, ahogy ők is dolgoznak. És nagyon sokat dolgoztunk, hogy felzárkozzunk egy kicsit ahhoz, hogy tényleg jól mutassunk mellettük mi is, és a zene is hozzájön, szóval iszonyatos meló van ebben az előadásban, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mindenki látni is fogja, illetve nem is a meló részét, hanem magát az eredményt. Számomra a Chicago előadás két új ismerettséget is, két új barátságot is hozott, mert nevezhetem a két újonnan megismert embert, azt hiszem most már barátomnak is, az egyik Foki Vera, aki Roxy Hartot alakítja fantasztikusan ebben a darabban. Verával már előtte különben találkoztunk, amikor a muzsika hangjába kellett beugrani a Kulcsár Viki helyett, és egy nagyon kedves és egy nagyon profi kolléganőt ismertem meg személyében, a másik pedig Szulák Andi, akinek a személyében egy szintén nagyon közvetlen és egy igazi Morton mamát, aki mindenkiről gondoskodik, és mindenkihez van egy jó szava, egy olyan embert ismertem meg. Morton mama szerepével nem először találkozom, mert a Győri Nemzeti Színházban játszottam akkoriban, amikor az igazgató úr felkérte a Morton mama szerepére, csak én akkor lettem várandós. Úgyhogy akkor abból nem lett semmi, és szomorú is voltam, hogy elúszott ez a dolog. De hát milyen a sors? Itt egy egészen furcsa napon felhívott az igazgató úr Lipit Zsolt, és megkérdezte, hogy volna-e kedvem játszani az ő színházában, ráadásul ezt a szerepet. Szegény biztos nagyon meglepődött a válaszomon, mert fölordítottam, hogy úristen, persze, hogy. És azért volt nagyon furcsa nap, mert azon a napon körülbelül 4 vagy 5 színházigazgató hívott föl különféle dolgokkal, ami döbbenetes, mert 10 évente van ilyen, hogy az ember valakinek az eszébe jut, de nem az, hogy ennyi mindenkinek. Úgyhogy ez most nagyon nagy büszkeség, hogy valahogy úgy ilyen reneszánszomat kezdem élni, és hívnak, használnak. Én meg nagyon igyekszem megszolgálni ezt a bizalmat. Ezt annyiféleképpen megcsinálták, annyiféleképpen megrendezték, hogy mindenképpen valami újat szerettem volna, és Bátonyi Gyurival, a díszlettervezővel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen lehetne egy olyan Chicagót csinálni, ami talán nem az a szokványos, nem az, amit minden országban meg lehet nézni, akkor úgy döntöttünk, hogy egy ilyen cirkuszi közegbe rakjuk. Hiszen ez a örökérvényű musical, ami mindig aktuális, szóval az a pár perc hírnév, amit az ember akar magának, vagy az emberek akarnak maguknak, és az a felszínesség, amit megmutat, és az a manipuláció, ami végigkíséri ezt az egész előadást, az talán egy képmutató világban még jobban érvényesülhet. És a cirkusz, ami ad talán egy könnyedséget is az egész műfajnak, így talán még jobban érvényesül. Egy hosszú, erős próba folyamat volt, és nagyon izgalmas volt, hogy hogyan áll ez össze egy történetté, egy darabbá. Mert a Chicagónak az a legnehezebb része ebből egy komplett történetet csinálni, és nem csak számtól számig menni, ugye nagyon jó számok vannak benne. Még a Broadway előadásokon is néha, vagy legalábbis amit én láttam,
az egy kicsit keveredik a koncert és a színpadi változatnak egy keveréke, nem egy komplett előadás, amit én láttam. És kíváncsi voltam, hogy hogyan áll ez össze egy egész történetté. Velma Kelly szerepe egy nagyon összetett szerep, mert nem csak prózában kell megmutatni, hogy mit is gondol ez a nő, hogy is képzeli el az életét, mire is törekszik, mit is akar elérni, hanem ugyanúgy nagyon kemény tánc és nagyon kemény énekrészek vannak benne. És ebben nagy segítségemre volt egyben a Pécsi Balett is, akinek az újra visszatéréséhez ide a színházban nagyon örültem. Én azt gondolom, mindig, amikor valaki a szerep álmát eljátszhatja, annak ez egy ilyen jutalomfalat. És jó zene, jó társulat, jó környezet, hát mit kívánhatok még? És ez a szerep, ez nekem szerintem passzol. Iszonyatosan jó ruhákat kaptam szerintem, úgyhogy a jelmeztervezőnk is csodálatos. Hát ez egy ilyen nagy ajándékcsomag. Pályámon többször kérdezték, hogy szerepálom. És mondtam, hogy igazából nincs szerepálmom, mert ha nem játszom el Rómeót, majd eljátszom Lír királyt. Ez egy holtig tartó pálya. És hogyha elég türelmes és kitartó vagy, és elég tehetséges, akkor előbb-utóbb minden kiegyenlítődik, utolér valahogy. És amikor a Manet Színházban sok-sok-sok évvel ezelőtt bemutatták a Chicagót, akkor én nagyon szerettem volna megcsinálni, és hát természetesen nem én lettem. És ott volt bennem egy hiányérzet, aztán az évek teltek, múltak, ez az érzés ugye elmúlt, hiszen jöttek újabb és újabb feladatok, és egyszer csak megtalált. És nagyon, nagyon izgultam, hogy vajon vagyok-e annyira kész, hogy eljátszam Billy Flint. Mert természetesen a fiatalok pimasságával azt gondoltam, hogy akkor, ó, hát készen állok, hát én vagyok a legjobb, én leszek a legjobb. De hát ugye miután a pályánkat folyamatosan tanuljuk, és egyre inkább jövünk rá, hogy mennyi mindent nem tudunk még, de kezdjünk el bizonytalanodni, és én is egy kicsit félváltam neki a kérdésnek, hogy vajon meg tudom-e csinálni. De remélem, hogy nem okoztam csalódást. A Chicago zenei világa is fantasztikus, és ebben nagyon nagy segítségem volt Bókai Zoltán, akivel most már talán elválaszthatatlan része a zenés rendezéseimnek, és hát mindenképpen meg kell említenem még a Pannon Filharmonikusokat is, hiszen őnélkülük a zenei hangzása, ami nagyon fontos egy musicalnél, soha nem jöhetett volna létre. Nagyon érdekes zenei világ, mert ez egy nagyon, nagyon korai big band muzsikálás, egészen másképp kell hozzányúlni. Sikerült megnyernem a produkciónak olyan zenészeket, akik gyakorlatilag ezzel töltik az életüket, hogy különböző jazz formációkban és big bandekben játszanak. Sikerült úgy feldúsítani és úgy összehozni egy olyan csapatot, nagyjából 50-50%-ban vannak zenészek a Pannon Filharmonikusoktól. Egy olyan kohéziót kellett létrehozni, ami ezt a darabot emeli. Nem csak a zenéket lehet meghallgatni, hanem egy olyan komplett produkció, amiben a díszlet, a jelmez, gyakorlatilag minden művészeti ág ezt a világot támasztja alá, és hát a mondandója sem utolsó. A zenekar pedig nagyszerű, a szólisták kiválóak. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csináljuk, és nagyon, nagyon szeretek ebben dolgozni. Mindegy, csak csillogjon. Tehát ez egy emblematikus mondat, amikor megkaptam a felkérést, akkor ez jutott eszembe, illetve Shakespeare-nek az a mondata, hogy színház az egész világ, csak a koncepciónk szerint ez egy kicsit módosult, hogy cirkusz az egész világ. Nagy feladat volt, mert itt a színházban ekkora musicalt, ilyen revű hangulatot
én még nem vállaltam és nem csináltam, így be kellett vonni külső kivitelezőket, a belső tárakat, úgyhogy egy nagy csapatmunka révén létrejött ez a hangulat, ez a világ. Ez a Mary Sunshine ugye egy nagyon érdekes figura a darabban, ez egy operai feladat, általában fiúk szokták énekelni egyébként, és egy kicsit ilyen többrétű ez a szerep, mert van egy ilyen ruhám, amiben egy cukorbébi vagyok. Hát én is nagyon izgalommal várom a bemutatót, és nagyon készülök, lesz benne kis fricska, mármint az én számomban, ami megmutatja azt, hogy én azért opera énekes vagyok, és hát nagyon, nagyon jónak ígérkezik az egész darab. Azt hiszem, ez a világ már egy kicsit komorabb, de önfelett kikapcsolódást jelent ez az előadás, és ebben, mint jelmeztervező, arra törekedtem, hogy tényleg olyan legyen, hogy egy önfelett két óra a színházban, ahol elutazhatunk időben, korban, valahova, máshová, az a lényeg, hogy egy picit merjünk újra álmodni, újra tervezni, és az öröm mentén élni. Számomra az, hogy egy olyan fantasztikus művészekkel is dolgozhattam, talán először, mint Szulák Andrea vagy Foki Veronika, de én nem akarom a saját társulatunkból Stubendek Katalint kihagyni, vagy Götz Attilát, vagy Lakló Taradárt, és természetesen az egész csapatot, hiszen számtalan fantasztikus színész van benne. És én úgy érzem, hogy az a munka, az a feszített tempó és az a komplexitás, amit én mindig is a színház, vagy talán az én színház eszményemnek a fő motívuma volt, hogy egy komplex színházat csináljunk, az talán ebben az előadásban érvényesül.